Nem tudtam még előtt, én 12 évig voltam. Valami nekem egy különnagy élmény az, hogy jön a magad esetben, hogy nem jön a cég, hogy minél a valós. Országgyűlési képviselőként, és olyan képviselőként, aki újra kandidál a 2022-es választásokon, és olyan emberként, aki tenni kíván ezért a kerületért, tenni kíván ezért a ezen a kerületen keresztül az egész nemzetemért, azt kívánom magunknak, hogy legyen olyan kormánya még ennek az országnak, aki újra életre hívja a Nemzeti Légitársaságunkat. Talán ezen néven is, én rajtam biztos, hogy nem fog múlni, és remélem, hogy közöm lesz hozzá. Sikeres és szép megemlékezést kívánok magunknak. Köszönöm. Felkérem Jánosi Józsefnét, aki a Malév légiutas kísérő osztály szakmai vezetője volt, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Kedves vendégek, kedves egybegyűltek, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy engem felkértek erre a megnyitóra, amely egy rendkívül igényes és egy nagy időintervallumot magába foglaló kiállítás. És nagyon megható, hogy a 18. kerület ennyire szívügyének érzi a Malévet és a Malévre való emlékezést. Én magam 1965-ben kerültem a Malévhez, először mint földi utas kísérő, később stewardess lettem, és később pedig ilyen több társammal együtt szakmai vezetője az osztálynak. El kell, hogy mondjam, hogy 42 év alatt, amit én a Malévnál eltöltöttem, lehetőségem volt arra, hogy végig kísérjem a Malévnek a fejlődését és a Malévnek a szárnyalását. El kell ismerni, hogy kezdetben, amikor még Maszovlet néven, majd később Malév néven folytatta pályafutását a cég, akkor még ilyen kis hatótávolságú, nagyon, nagyon egyszerű kis gépekkel kezdte pályafutását, a Likettesekkel, az IL-14-esekkel, később az IL-18-as, aztán jöttek a sugárhajtóművek, a műves gépek, a 234-esek, 54-esek, de az igazi áttörést a Boeing új generációs gépeknek a megjelenése jelentette. Az, hogy ez a 42 év alatt a Malév eljutott ebből a szerény légitársaságból a 90-es években a 760 Boeing 767-eseinkkel a világ összes kontinensére, ez azt mutatja, hogy itt micsoda fantasztikus munka ment a Malévnek azért annak érdekében, hogy felvirágoztassák a céget. Tény az, hogy kezdetben még nem volt világszínvonalú a kiszolgálásunk. Tény az, hogy a biztonsági előírások sem voltak, hagytak maguk után kívánnivalót. És az is igaz, hogy sajnos történtek katasztrófák is a Malév életében, és több barátunk, kollégánk halt meg ezek a katasztrófák idején. De a Malév
az felállt és tanult ezekből a dolgokból. Mi a légiutas kísérő osztályon elkezdtünk tanulni. Elmentünk a Swissairhez, megtanultuk 2 hetes tanfolyamon keresztül, hogy ők mit hogy csinálnak. Elmentünk a Finnairhez, elmentünk a KLM-hez, nem szégyeltünk tanulni. De ugyanígy volt a Maliv többi osztálya is. Ez nem csak azok, akik a marketinggel foglalkoztak, azok, akik a Maliv arculatát kitalálták, a catering, a műszak, és nagyon sokan voltak azok az emberek, és azok a társosztályok, amelyek mind azért dolgoztak, hogy ez a cég világviszonylatban megállja a helyét, és a nemzetközi összehasonlításban az európai bizniszutasok körében a Maliv a business szervizével az első helyre került. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk kivételes szerencsénk volt légiutas kísérőknek, hogy mi arathattuk le tulajdonképpen annak a gyümölcsét, amit az egész vállalat tett, és amiért a vállalat dolgozott, mert amikor az utas kiszállt a gépből, és azt mondta, hogy nagyon köszönöm a járatot, nagyon jól éreztem magam, és ajánlom a Malévet a barátaimnak, akkor ő nem csak a mi munkánkat értékelte, hanem azt az összmunkát, azt a szeretetet, azt az együttműködést, amit a teljes Malév gárda tett, és hát a beszállítók is egyúttal a Malévért. Nagyon-nagyon szomorú, és nagyon fájt mindenkinek, hogy megszűnt a Malév. Nagyon sajnáljuk, hogy lemondtak róla. Rettenetesen sajnáljuk azt a sok pénzt, energiát, amit ebbe a vállalatba befektettek. Sajnálom legjobban azt a know-how-t, a tudásnak, az ismereteknek az összességét, amivel ez a cég 66 éven keresztül összehozott és rendelkezett. De azt kell, hogy mondjam, hogy így alakult. Borzasztó szomorúak vagyunk, de mi malévesek, megtartjuk egymással továbbra is ezt a jó kapcsolatot. Van Facebook csoportunk, és nagyon sokszor találkozunk egymással. És rendkívül büszkék voltunk arra, hogy a Malévnál dolgozhattunk ennyi hosszú időn keresztül, egy ilyen fantasztikus cégnél. Múltkor a 6-os villamoson utazva valakinek megszólalt a telefonja és a csöngő hanga, Presser Gábornak a csöngő hangja, az a szignálja volt, amit a Malévnek írt. Hát megmondom őszintén, hogy egy gombóc lett a torkomba, de arra gondoltam, hogy ez biztos, hogy egy olyan embernek a telefonja szólalt meg, aki valamikor a Malévnek velünk együtt egy büszke dolgozója volt. Köszönöm még egyszer ezt a csodálatos megnyitót, és ezt a kiállítást, és hát akkor emlékezzünk. Köszönöm szépen! Ezt a kiállítást Csomódi László alpolgármester úr kezdeményezte, és ezért szeretném megkérni, hogy a mi szuper megnyitónk után egy pici csoporvirággal. Köszönöm! És nagyon köszönjük, hiszen ez a kiállítás rohammunkával készült el. Alpolgármester úr, amikor január elején megkérdezte, ugye ha többen ismerik, vagy látták, vagy akár itt oldalt, ha megnézik, tudják, hogy 12-ben kezdtük el a gyűjtését az anyagnak, és 13-ban több helyen itt a kerületben, illetve a Köki Terminálon is egy nagy kiállítás volt ebből a témából, és készültünk erre a 10. ha mondjuk azt, hogy szomorú évfordulóra, de azt is tudni kell, hogy a Malert, ami az elődje volt még a Maszoblet előtt a Malévnak, az 22-ben 100 éves. Tehát a hazai légiforgalomnak, a légiforgalmi cégeknek a folyamata 100 éve megszakítatlanul ment egészen 10 évvel ezelőttig. És én azért reménykedem abban, hogy egyszer még lesz hazai nagy légiforgalmi cég, hiszen tényleg azt a tudást, mindazt, amit képviselt a cég, a Malév, amit képviselt ez a közösség, azt nagyon fontos megőrizni. A múzeum azt tudja vállalni,
és továbbra is vállaljuk, hogyha még van olyan emlék, amit szívesen megmutatnának a nagy közönségnek, akkor szeretettel várjuk. Most idén az Aeroparkban, az LKK-ban egy újabb géptestben, ugye az IL-18-asban most is van egy kisebb kiállításunk, egy újabb géptestben szeretnénk kiállítást nyitni, és úgy gondolom, hogy ennek a vándorkiállításnak, hiszen ezt, amit itt látnak, ezt több helyre szeretnénk elvinni, és köszönöm, volt, akivel beszéltünk is telefonon, hogy ő maga is javasolt Budapest szerte több helyszín. Sőt, én azt mondanám, nézzük meg, hogy milyen anyagunk van, és esetleg újra kitaláljuk, hogy hol lehetne egy nagyobb, sok tárgyas kiállítást, időszaki kiállítást bemutatni ebben az évben, hiszen fontos, hogy ezt megőrizzük, ezt a tudást, ezt a tényleg egyfajta jelképét Magyarországnak, hiszen nagyon sok külföldi utas a Malévval, a Malév repülőivel találkozott először, egyfajta nagy követei voltak Magyarországnak. És nagyon szépen köszönöm, hogy akkor és most is nagyon sokan segítettek abban, hogy a kiállítás összeálljon. A szövegeket és a képeket még a 2012-ben kezdődő gyűjtés eredményeken tehetük közé. És köszönöm kollégáim munkáját, az elmúlt hetek munkáját, Szegediné Mucsi Eleonórának, Varga Tamásnak, Pápai Tamás Lászlónak, Gábor Fuzsinának, az újaknak, Juhász Viktóriának és Jásperné Nagy Melindának, illetve itt a hivatalban Szejler Ágnes alpolgármesteri referensnek és Szabó Németh Melindának, aki szorított nekünk itt helyet lent az aulában, hiszen aki ismeri ezt a helyet, tudja, hogy KT döntés alapján előtte való évben eldöntik, hogy milyen kiállítások kerülhetnek ide, és az, hogy ide kerülhettünk, az úgy gondolom, hogy a kerület nek a gesztusa is az évforduló felé, hiszen most van az évforduló, és februárban azért az Aeroparkban igen hideg lett volna egy nagyobb szabású programot tartani, és hát nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen szép az idő. Úgyhogy keressenek minket, ugye nagyon sokakkal telefont, e-mailt váltottunk már, van nálam is névét, hogyha valakinek még szüksége lenne közelebbi információra. Emlékezzünk együtt, őrizzük meg együtt, és nagyon köszönöm, hogy ezen az alkalommal eljöttek, hiszen nagyon rövid volt az idő. Nézzék meg a kiállítást, vigyék el a hírét, és keressünk még sok olyan alkalmat idén, amikor a Malévra emlékezhetünk. Köszönöm szépen a figyelmet!